Nehéz sorsú emberek töltik napjaikat a dombóvári összevont szociális intézmény nappali melegedőjében. Az intézmény közel 30 emberről gondoskodik melegétellel, egészségügyi ellátással, vagy legalább egy zuggal, ahol meghúzhatják magukat. Ám vannak olyanok is a városban, akik semmiféle ilyen segítséget nem fogadnak el. Többük évtizedek óta él az utcán, nekik nyújt támogatást a civil szervezet. Az Egyesület 2009-ben alakult 11 fővel, eredeti célja katasztrófavédelmi jellegű tevékenységek ellátása a Dombóvár és Dombóvár járás területén. Elsősorban itt ugye árvíz, belvíz során keletkezett kárenyhítési munkálatok voltak a fő célja az Egyesületnek, illetve a prevenció, melyeket iskolákban tartottak gyermekek számára. A tagok mindegyike katasztrófavédelmi dolgozó, akiknek a vérükben van a segítő szándék, mondta Hosszú Sándor elnök. Így jött a gondolat arra is, hogy segítsük az utcán élőket. 2013-ban merült föl az Egyesület tagjaiban, hogy segítsünk, illetve pótoljuk ki az önkormányzat szociális feladatait, ugyanis abban az időben nagyon nagy volt az utcán tartózkodó hajléktalanok száma, akiket segítettünk bevonzani az akkor még működő éjszakai menedékhelyre. És ezzel egy hiánypótló feladatot próbáltunk kiüregelni, ami ugye annó nem volt kötelezően ellátandó feladata a városnak, ez most sem az. Valamennyivel kevesebben lettek az utcán, elmondható tapasztalataink alapján, hogy általánosságban 2-3 fő az, aki közterületen tölti az éjszakáit ezekben a téli időszakokban is. Mi elsősorban a szociális jelzőrendszer tagjaként delegálni tudjuk őt a nappali melegedőhelyre, valamint akut segítségként meleg teát, pokrócot, illetve hideg élelmiszert tudunk nyújtani a számára. A Dombóvárváros rendőrkapitányságával, valamint az Egyesített Szociális Intézménnyel napi szintű kapcsolatban állunk, feléjük jelezzük a közterületen tartózkodókat, illetve tőlük is kapunk jelzéseket. A téli krízis időszakban gyakorlatilag minden este szolgálatot teljesítenek az alapítvány tagjai. Esténként körbelátogatják azokat az embereket, akiknek egy forró tea, némi hideg élelem vagy takaró az életet jelentheti. A régióban Kaposváron, Pécsett és Szekszárdon működik hajléktalan szálló, így ezeknek az embereknek nincs esélyük arra, hogy éjszakára szállást kapjanak a szociális ellátórendszerben. Azt gondolom, az akut segítség nyújtása mi hatáskörünk, ezen fölül pedig nyilván a társadalomba történő visszaintegrálásuk az egy elég komplex feladat. Szakmai tapasztalatom sajnos ezt erősíti meg, hogy nagyon nehéz megtalálni azt a keresztmetszetet, ahonnan ők kibillenthetőek, hogy a többségi társadalomba vissza tudjanak illeszkedni. Sajnos ez a motivációnak a legfőbb hiánya. Számunkra az az elsődleges, hogy senki ne fagyjon meg éjszaka közterületen. Most a vöröskód idejére az Egyesített Szociális Intézmény éjjel-nappal nyitva tartja a nappali melegedőjét, ahova ugye tudjuk delegálni ezeket a személyeket. A Viharmadarak Egyesület tagjai legutóbb a pandémia beköszöntekor a város fertőtlenítését vállalták, segítve ezzel a védekezést.